Mivel egy kicsit kapkodósabbra kellett venni a figurát, ezért nem annyira foglalkoztam azzal, hogy előre elmondjam, hogy mit és hogyan fogok csinálni, aztán meg megcsinálom, hanem csak nekimentem és csináltam a dolgokat, közben pedig forgott a kamera. Ennek a következménye az, hogy itt nem nagyon van elmondva, hogy mégis mi történt, vagy miért történt. Ezért most megnézzük, hogy milyen az, hogyha egy korábban elkészült felvétel utólagos narrációt kap. A CDK Sales egy olyan weboldal, mely többek között hivatalos Microsoft kulcsokat is forgalmaz. Emellett játékkulcsokat is találunk itt Steam, Origin vagy Uplayhez, de akár egyéb PC játékhoz is. Sőt, még PS és Xbox előfizetést is. De lássunk egy példát. Szükségünk van mondjuk egy Windows 10 kulcsra. Rá is kereshetünk a webshopban, de biztosan feltűnt már, hogy a videó leírásában promóciós linkek vannak. Ezek közül rákattintva mondjuk a Windows 10 Pro OEM linkjére már is egy webshopba jutunk, ahol mindig valamilyen akció van, így veszek is egy kulcsot. És használom hozzá a WR25 kuponkódot, mely bár nem logikus, de 25 helyett 30%-at lefarag a vételárból. A megrendelésre kattintok, majd a tucatnyi fizetési mód közül a PayPal-t választom. A sikeres fizetés után néhány másodperccel pedig már is elérhetővé válik a kulcs, melyet másolva és beillesztve a megfelelő helyre már is aktiváltam az oprendszerem. A nagy rész, tehát a nappali, ebédlő és konyha padlója kilecsimítva, viszont a lépcső alá kellett valami, ami szegélyezi azt, és később a helyén is tartja. Ehhez lécekből készítettem egy keretet, majd lefóliáztam őket, hogy ne tapadjon hozzá később semmilyen építőanyag, és egyszerűen körbeöntöttem csemperagasztóval. Természetesen a lépcső alatti rész is kapott egy glazúrt, de ennél nem törekedtem arra, hogy egyenes legyen, csupán az volt a lényeg, hogy ki legyen simítva. Mivel a lépcső körüli résznél nem szándékozom a laminált padlóhoz takarólécet használni, így körbe rajzoltam a megfelelő magasságban a léceket, hogy aztán később kivágva be lehessen csúsztatni alá a laminált padlót. A rátekert fóliának hála, miután megkötött a ragasztó, gond nélkül fel lehetett venni ezeket a léceket, és tökéletesen le lehetett őket takarítani. Felvenni pedig azért kellett, mivel egybefüggő fóliát szerettem volna az egész szobában, ezek a lécek pedig látszó elemek lesznek. Nem lehet elég jobban. A kályha előtti rész, mint említettem, egy tűzállódó burkolatot fog kapni, így ide nem kell fólia. Thank you.
Mivel kint ebben tél tombolt, és hol a hóeset, hol az eső, ezért minden egyes dolgot bent kellett tárolni, ami esetleg nedvesség vagy fagyérzékeny. Ez viszont egyáltalán nem könnyítette meg a munkát. A berajzolt vonal alapján lecsaptam az egyik sarkát a lésznek, mely reményeim szerint szépen fogadja majd a laminált padlót, melynek ugye szükséges mozgolódási helyet hagyni a szélein. Előbb-utóbb megadja magát. Lehet, hogy előbb, mint utóbb, de biztos, hogy megadja magát. We'll be right back.
Mivel mindenképpen az előszobából kellett megindulnunk a padlóba, hogy folytassuk, ide, ha elérünk a lépcső sarkáig, akkor itt fut tovább a padló, majd itt a konyha résznél visszafelé kéne rakni. Hát a laminált padló visszafelé rakása az annyira nem barátságos dolog, így amint elértem egy olyan helyre, ahol már végig tudtam futtatni a laminált padlót, áthoztam ezen a lépcső aljának elkészített kis kereten, majd itt néhány laminált padlót visszafelé elrakva, megcsináltam egészen a falig, ahol most ez a szélső padló kiadta a fal és az első padló közötti távolságot, úgyhogy így már ki tudom vágni oda pont azt a, hát sajnos 5 centis darabot, ami a falig fog érni, ugye ezt előre nem igazán tudtam kiszámolni, hogy mennyire szott. Jobb lenne, hogyha ez meg lenne egy 7 cm-es darab, ugye azt hiszem az a minimális, amit laminált padlónál lehet alkalmazni. Hát ez 5 lesz, de igazából ide úgyis a konyhapult kerül, tehát arra a szélső sávra az életben nem fog senki rálépni, maximum az egerek, úgyhogy primánál lesz ott az 5 centis darab. És meglepő módon valahogy úgy sikerült ezt a falat ide tenni, hogy hát igazából végig pont 5. Tehát, hogy ezen a részen is 5 és a másik végén is pont 5, pedig azt hittem, hogy ebbe egy olyan ferdeség lesz, hogy valami borzasztó, de így még könnyebb ezt kivágni, úgyhogy most oda ki kell vágni ezeket az 5-ös darabokat, majd innen szépen folytatva elrakni ezt az oldalt is egészen a lépcső széléig, a másikat is le kell rakni a lépcső széléig, majd ott össze kell futtatni a kettőt, és remélhetőleg úgy, ahogy most ez is keresztül fut, úgy fog futni a végső szál is.
Végre valahára az egész alsó részen, körös körül, mindenhol, lent van a padló. Hát egyelőre még van itt olyan dolog, például gipszkarton, aminek hát nem kéne itt lenni, de hát még nincs hova tenni, és ugye ez majd, hát valahol ebben a szekcióban itt a lépcsőnek az oldala lesz. De most az a lényeg, hogy itt a fal mellett megvan a leghátsó rész, úgyhogy végre a hátsó faltól kezdve el tudunk indulni, és tudunk odapakolni minden olyan dolgot, ami máshol nem fér el. Mellesleg itt van a Bluettinek a szoláris panelje is. Hát ez egy prima dolog, mert hogy odakint, hát december van. És ugye ezt most kéne tesztelnem, most ért ide. Vannak kétségeim afelől, hogy mennyire tudom ezt kipróbálni nap nélkül, de Istenem, hát így oldották meg. No de, a lényeg az, hogy lekerült a padló, és egy bizonyos részen már a szegőlécet is rátettem. Igen, fönt a padláson meg fújja a szél a párazáró fóliának a szélét, az most mindegy. Szóval, már lekerült a szegőléc is valameddig, nyilván ameddig elértem, itt majd egy egész szegőléc fog menni egész végig. Ebbe a sarokba fog kerülni a kanapé. Ezért itt fontos volt, hogy megcsináljam ezt a szegőlécet minél hamarabb, mivel hát most van alkalom arra, hogy jön egy kis segítség, és át fogjuk hozni a kanapét. Egyébként gyönyörűen látszik most, amit ott kicsit korábban mondtam, hogy a szélső padlódeszka, hát az bizony igencsak nem merőleges a falra. Ha ezt fordítva kezdtem volna elrakni, akkor ez a ronda csík, ez az előszoba közepén lenne. Így viszont az előszobában, hogyha belép az ember, akkor pontosan így szemben látja a csíkokat, és nem valahogy így. Mivel hát nagyjából több mint egy laminált padló szélességgel hát el van csúszva ez a hátsó fal. Itt viszont minden ott asztalok lesznek, itt meg kanapé lesz, szóval ezt a kutya nem fogja látni, hogy itt mi a helyzet, csak az, aki bebújik a kanapé alá. Úgyhogy itt nagyon jó van ez így, hogy el van csúszva a parketta, mindenhol máshol pedig viszonylag jól néz ki. Ami a szegőlécet illeti, hát nyilván abból is igyekeztünk a viszonylag hát olcsót, de azért elfogadható kinézetűt találni. Ez a fajta is mocskozág ahhoz képest, hogy ez tulajdonképpen préselt hulladékból van. Majd bent az üzletben ezt feleség megvette kicsit korábban, aztán bementünk, hogy hát kéne hozzá ilyen kampon, amivel ezt fel lehet akasztani. Nyilván az üzletben azt mondták, hogy hát ehhez nem gyártanak, ez nincs ilyen. Na már most, ha ezen itt van alul ez a rés, akkor csak gyártanak hozzá kampót, gondolom. De az üzletben azt mondták, hogy ragasztam fel sziloplasztal a falra, hogyha azt akarom, hogy le lehessen szedni utána. Ennek ellenére inkább úgy gondoltam, hogy meg kéne nézni, hogy jó-e hozzá valamilyen kampó, és ott kukkant is egy kampó, mert bizony jó hozzá. Ami most fogalom nincs, hogy hol a doboz, úgyhogy majd később megmutatom, de a lényeg az, hogy egyszerű praktikában vásárolt a legolcsóbb kampó, amit találtam, prímán felfogja. Nem tökéletes hozzá, lehet, hogy nem ehhez való, de igazából hát aránylag elég tökéletesen illeszkedik a falhoz ezzel is, és persze stabilan is áll, szóval nem fog ez innét eljönni. Úgyhogy igazából van hozzá kampó, lehet, hogy nem hozzágyártott, de örülök, hogy egy padló szaküzletben hát szokás szerint ilyen választ kaptunk. Viszont a lényeg most az, hogy abba a sarokba át fog kerülni a kanapé, ami jelen pillanatban a másik szobában van, és egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ki fog férni az ajtón, de reménykedek benne, és aztán majd folytatjuk a dolgokat. Az összes többi minden pakolásával, elsősorban a konyhával, ami valahol ott van hátul. És ott is lesz hátul, csak nyilván nem ilyen formában.